Nagyon örülök neki, hogy a 13 településünkből újból az egyik településünkön itt Odomhegyesen szintén sikerült egy közösségi igényt hát teljesíteni azzal, hogy teljes mértékben felújult a ravatolozó rész és egyáltalán a temetőnek ezen infrastruktúrális része, amit egyébként részben a tartományi titkárság támogatott, tehát ez egy összességében több mint 6 millió dináros beruházás volt, amiből 2,7 millió dinárt a tartomány biztosított, a maradék több mint 50%-os önrészt pedig önkormányzati költségvetésből raktuk hozzá ehhez a projekthez, de hát ahogy szokták mondani, és itt gondolom ez így aktuális is, tehát a cél szentesíti az eszközt alapon, mindenféleképpen fontos volt, hosszú éveken keresztül nem tudtuk megoldani ezt a kihívást, vagy megugrani ezt a kihívást, és most így közös összefogással, mint már említettem, tartományi önkormányzati segítséggel végre be lehetett fejezni, és teljes mértékben fel lehetett újítani ezt az épületet, ami mögöttem van. A falakon kívül minden új. A külső homlokzat, festés, tetőszerkezet felújítása és új tető kapott a halottasház. Gyakorlatilag mindenféleképp a tartományi pályázaton nyertünk, illetve a község segítségével, támogatásával történt ez meg. Számunkra nagyon fontos, a falu szemszögéből nézve mindenképp, a számos felújítás, illetve újítás után eljött a halottasház felújítása is, ami azért fontos, mert több éven keresztül, mondhatnám több évtizeden keresztül terve volt ez, és hála Istennek most sikerült ezt megoldani.